Agály József sportcsarnok átépítéséről szóló bemutatóval indult a testület mai ülése. 3000-ről több mint 4500-re nő a sportcsarnok alapterülete. A hasznos terület pedig duplája lesz az eddigieknek. A beruházás tervezett költsége 1 248 000 000 forint. Az adó és a közmű kialakítások utáni végösszeg 1,6 milliárd forint körül várható. Optimális esetben februárban elkezdik a munkát. Most az engedélyes terveket ismerhették meg a képviselők. Ezt követően a gazdasági társaságok első félévi beszámolóit tárgyalták meg és fogadták el a képviselők, majd az önkormányzat hasonló időszaki gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót is elfogadták. Ebből kiderült, hogy az önkormányzat első félévi összesített bevétele 43%-ot meghaladó mértékben teljesült, nincs kifizetetlen, rendezetlen számlája a helyhatóságnak. Az elárusító helyek számának növelése érdekében bővül a belvárosi piac a szomszédos önkormányzati ingatlan piacként való hasznosításával. Az önkormányzat újból meghosszabbítja a volt Dózsa György laktanya ingyenes használatba adását az Alföldi Regionális Airsoft és Hagyományőrző Egyesületnek, akik tovább folytatják a nagy sikerű katonai szimulációs sportprogramjaikat. Az önkormányzat ingyenes közterület foglalással és 1,2 millió forinttal támogatja a hétvégi első ceglédi triálbajnokságot. A nemzetközi hírű ceglédi bringás hege, azaz Hegedűs László Guinness rekorder triálversenyző által megálmodott versenyből hagyományt teremtene. Így egy nemzetközi viadal állandó helyszíne lehetne a jövőben a város. Szintén sporttámogatásról döntöttek a képviselők. A VBV Cegléd női kosárlabda csapatát működtető Gerjesport Kft. Is plusz támogatásba részesíti az önkormányzat. A csapat ismét európai kupaporondra lép, s ehhez kérik a város támogatását. A helyhatóság pontosítja a fizető parkolók előírásáról szóló önkormányzati rendeletének azon részét, amely az önkormányzati szervei kijelölt alkalmazottainak munkavégzés céljából az ingyenes parkolást teszi lehetővé. A Gobbi Hilda Színjátszó Alapítvány, mint a Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója az új tanévben is ingyenesen használhatja a Kossuth téri rendezvénytermet.